Kedves nézőink, az elmúlt héten Veszprém megye értékeiről tartottak egy tájékoztatót, megbeszélést a Városházán. Most ide látogathatnak el velünk. A Veszprém megyei értéktárbizottság mai Tajkán a Városházán mutatta be az első és egyben legújabb kiadványát. Miről szól ez az értéktár? Az értéktár tulajdonképpen a 2012-es törvény alapján működik, amit az országgyűlés meghozott, és az, hogy miről szól az értéktár, az tulajdonképpen az önkormányzat területein, tehát bármely önkormányzat területén felelhető értékeknek, meglévő értékeknek, illetve kialakulóban lévő értékeknek a rendszerezése, számbavevése, és az értéktárba kerülése az értéktárbizottság munkája alapján. És hogyha tovább gondolkodunk, akkor ezek az értékek, amelyek a bizottság döntése alapján bekerülnek a Veszprém megyei értéktárba, ezek amennyiben túlnőnek a helyi település, illetve a megye határán túl, és országos jelentőséggel is bírnak, akkor bekerülhetnek a magyar értéktárba, illetve legjobb esetben az értékpiramis csúcsán elhelyezkedő hungarikummá válhatnak. Tehát erről szól végül is az egész rendszer. Jelenleg hány érték szerepel a Veszprém megyei értéktárban? Jelenleg 31 érték van az értéktárban. A bizottság folyamatosan végzi a munkát, a folyamatosan beérkező javaslatok alapján, és ennek a száma természetesen napról napra nő. Most van még kidolgozás alatt olyan érték, aminek folyamatában van a bekerülés, tehát ez már most több, mint 31. Mennyire voltak aktívak a Veszprém megyei települések, és hány javaslat érkezett az elmúlt időszakban, amelyek felkerülhetnek majd az értéktárba? Ezt most így számszerűen megmondani, nem tudom, hogy hány javaslat érkezett, nagyon sok érkezett. Van ezek között olyan, aminek a döntése további szakértelmet igényel, és visszakerült a javaslattevőhöz, hogy egészítse ki. Összesen tudom mondani, hogy aktívak a Veszprém megyei települések, bár még azért szeretnénk, hogyha még jobban magukénak éreznék ezt a tevékenységet, és tulajdonképpen erre szolgál ez a rendezvény sorozat is, aminek az egyik állomásán vagyunk itt Ajkán. 10 járási székhelyen tartjuk meg a Hungarikum mozgalmat népszerűsítő rendezvényünket, és pont az ön kérdésére válaszolva ez azt a célt szolgálja, hogy ezt az aktivitást minél jobban növeljük, hogy minél jobban megértsék, vagy átérezzék a településen élők, hogy mennyire fontos ez a munka, és a jövő részét képezi, hogy a kincseinket felfedezzük és dokumentáljuk. A jelenlegi értéktárban milyen típusú értékeket lelhetünk fel, mennyire lehet ezeket az értékeket csoportosítani? Hát ez tulajdonképpen a javaslattevőnek van egy ilyen feladata is, hogy be kell kategorizálni ezeket az értékeket. Itt szerepel a turizmus, az idegenforgalom, a gasztronómia, kulturális témák, szellemi örökség részei, ipar, közlekedés, tehát nagyon széles a paletta. Mennyire lehet még népszerűsíteni ezeket az értéktárban szereplő értékeket, milyen rendezvényeken kapnak ezek publicitást? Hát mint az előbb említette a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém megyei irodájának vezetője, tulajdonképpen mondhatom, hogy az ő tevékenységük során különböző kiállításokat szerveznek, megjelennek országos rendezvényeken, és mint említette az iroda vezető hölgy, Veszprém megye tekintetében is megtalálhatóak azok a lehetőségek, ahol az összes felelhető értéket be tudjuk mutatni, és ezáltal tudjuk népszerűsíteni magunkat. Aki most kedvet kap, és tud egy ilyen értékről, hova teheti meg a javaslatát? Az előbb említettem, hogy egy alulról felfelé szerveződő piramis mentén történik az értékeknek a rendszerezése. Ez azt jelenti, hogy egy településnek a közigazgatási területén felelhető értéket bárki javasolhat a helyi települési értéktárbizottságba, esetleg, hogyha van tájegységi értéktár, és oda valónak érzi, akkor oda. Tehát Ajka tekintetében akkor, hogyha lekonkrétizáljuk ezt a dolgot, akkor mivel itt működik értéktárbizottság, akkor az első teendő az, hogy ott fel kell venni a kapcsolatot a bizottság
munkatársaival, bizottság elnökével. Egyébként a Veszprém megye honlapján teljesen egyértelműen megtalálhatóak azok az adatlapok, illetve kitöltési útmutatók, ami alapján ezt a javaslatot magánemberként meg lehet tenni. És a helyi értéktár bizottságba bekerülő javaslatról majd dönt a helyi ajkai bizottság, hogy az továbbküldésre ítélje meg a megyei értéktár felé.